Tudnivalók a topról. A források egy részére már a hónap végétől pályázhatnak az önkormányzatok. Az első beruházások ősszel indulhatnak el. Új célok. Kihelyezett tagozatot működtet szeptembertől a Magyar Táncművészeti Főiskola a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény az egyetemmé válással magasabb hallgatói létszámot szeretne elérni. Kisebb települések pályázhattak, már tavaly megkapták a szociális tüzelőanyag támogatást az érintett önkormányzatok. A rászorulóknak február 15-éig oszthatják ki. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye topos forrása a 2014-2020-as Európai Uniós ciklusban mintegy 90 milliárd forint. Ennek egy részére már a hónap végétől pályázhatnak az önkormányzatok. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke elmondta, az első beruházások ősszel indulhatnak el. A terület és település fejlesztési operatív program eddig megjelent 12 pályázati felhívásával kapcsolatos tudnivalókról ma a megyebeli polgármestereket tájékoztatták a megyeházán. A megyei önkormányzat azoknak a településeknek a vezetőit hívta meg a tájékoztatóra, amelyek a megyével közösen kívánják megvalósítani fejlesztési elképzeléseiket, azaz pályázatírói, előkészítői, projektmenedzsmenti segítséget is várnak az önkormányzattól. Mint a megyei közgyűlés elnöke kiemelte, várják további települések jelentkezését is, mivel bárkivel szívesen megosztják az elmúlt években felhalmozódott tapasztalatot és tudást. A pénteki rendezvényen az első pályázati lehetőségekről hallhattak tájékoztatót a megjelentek. 12 támogatási felhívás jelent meg most, ebben kettőben a megyei önkormányzat kedvezményezeti szerepkörben konzorciumvezetőként van feltüntetve, tehát ez mondjuk így világos kotta alapján történik. 10 támogatási felhívásban pedig várjuk a települési önkormányzatok, alapvetően települési önkormányzatok jelentkezését. Több 10 milliárd forintról van már most szó ebben a pályázati etapban is. Az éves fejlesztési keretek tekintetében pedig jövőre, illetve az követő évben is hasonló nagyságrendben várhatóak támogatási felhívások. Mint a megyebeli települések többségén, Újfehértón is számítanak a pályázati forrásokra. Ha prioritási sorrendet kell mondanom, akkor természetesen legfontosabb lenne a belvíznek a kezelése, hiszen nem azért nem volt az elmúlt 2-3 évben belvíz probléma nálunk, mert megoldódtak a problémáink, hanem azért, mert a száj volt. Tehát nekünk nagyon fontos lenne, hogy az a 7-8 góc pont, ahol folyamatos védekezések voltak az elmúlt időszakban, ennek a kiépítése megtörténjen. Ez több mint 300 millió forintos nagyságrendet jelent ebből a szempontból. Sajnos az is igaz, hogy összesen a nem járászékely települések maximum 2 pályázatot nyújthatnak be megyei szinten erre a ágazati keretre, de én bízom benne, hogy azért ezt mindenki mérlegelni fogja, hogy indokoltságát tekintve én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban a megyén belül Újfehértótól nincs indokoltabb település, ahol ezt a kérdést meg kellene oldani. A pályázatokat a hónap végétől lehet benyújtani, az első beruházások pedig várhatóan ez év őszén indulhatnak el. Kihelyezett tagozatot működtet szeptembertől a Magyar Táncművészeti Főiskola a Nyíregyházi Egyetemen. A januártól átalakult intézmény az egyetemmé válással magasabb hallgatói létszámot szeretne elérni, de a tervek között szerepel a kutatási szolgáltatások megerősítése is, a régió igényeihez igazítva. Mindenről Onder Csaba, az intézmény új rektora tájékoztat a televíziónkat. A Nyíregyházi Főiskola már korábban is folytatott egyetemi szintű mesterképzéseket, most azonban január 1-től nevében is megkapta az intézmény az egyetemi rangot, ami a rektor elmondása szerint erősíti a jövőben az iskolát. Én azt szeretném, hogyha nem csak a nevében változna meg az intézmény, hanem valóban egyetemként tudnánk működni az elkövetkezendő években. Most készül az intézményfejlesztési tervünk, 2020-ig határozza meg a főbb stratégiánkat, akcióterveinket, ezt majd a konzisztórium, illetve az államtitkárság, illetve legvégül az egyetem szenátusa fogja jóvá hagyni. Tehát ez volt az egyik legnagyobb munka az utóbbi hetekben. Előttünk áll a beiskolázási kampány, hiszen február 15-ig jelentkezhetnek a érettségizett tanulók a Magyar Felsőoktatás Intézményeibe. Én azt szeretném, hogyha minél többen jelölnék majd meg a Nyíregyházi Egyetemet, hiszen nagyon sok képzést kínálunk.
Alapvetően a pedagógus és a mérnök képzésben széles a kínálat, de számos más szakon is tanulhatnak majd az idejelentkezők. Szeptembertől egy új tagozat is indul Nyíregyházán, a Magyar Táncművészeti Főiskola táncos és próba vezető alapképzési szak néptánc specializációját is megjelölhetik a tovább tanuló diákok. Most idén szeptembertől egy alapfokú képzés fog indulni. Én nagyon örülök ennek, hiszen a Nyíregyházi Egyetemen folyó művészeti képzés, itt most a vizuális kultúrára, illetve a zenére gondolok, ki fog egészülni a táncművészeti képzéssel, és akkor így csomagban már nagyon impozáns kínálatot tudunk nyújtani. Arról nem is beszélve, hogy Szabolcs-Szatmár, Bereg megye, Nyíregyháza városa kiváló néptánc csoportokkal, hagyományokkal, múlttal, jelennel rendelkezik, és azok a fiatalok, akik érdeklődnek akár a zene, akár a képzőművészet és a tánc iránt, azok megtalálják itt nálunk a számításukat. Az intézmény arculatváltása is folyamatban van, az egyetemmé válással sok a teendő. Január 19-én pedig nyílt napra várják a felvételizőket, ahol minden tájékoztatást megkapnak majd az érdeklődő középiskolások. Már tavaly megkapták a szociális tüzelőanyag támogatást az érintett önkormányzatok, a rászorulóknak február 15-éig oszthatják ki. Az országos program 5 éve indult, és most 3 milliárd forint volt a támogatások összege, amire az 5000 lakosúnál kisebb települések pályázhattak. Kálósemjén közel 5 millió forint forrást kapott. Tavaly országosan 182 ezer család jutott tüzelőhöz a programnak köszönhetően, idén a 3800 lakosú Kállósemjén közel 10%-ának tudnak segíteni a téli tüzelőanyaggal. 4.991.000 forint összegű támogatást nyert el az önkormányzat, ez 262 köbméternyi tűzifát jelent. A település vonatkozásában az elmúlt évekhez hasonlóan az idejében is megpróbálunk közel hasonlóan több mint 360 családnak segítséget nyújtani ezzel a téli tüzelő kiváltásához. Reméljük, hogy január végén, legkésőbb február 15-ig minden család megkapja ezt a tüzelőanyagot. Azt még el kell mondanom, hogy ezen tüzelőanyagot az önkormányzat saját járműveivel kiszállítja a lakosok számára. A fa már megérkezett, várják a kérelmeket. A polgármester hozzátette, a településen nagyon jó fogadtatása van az akciónak, hiszen a helybeli lakosok minden egyes segítségnek örülnek. Az önkormányzat a kapott mennyiséget minél több felé próbálja osztani, hogy mindenkinek jusson. Bákonyi Jánosné családjában 7 élnek csekélykeresetből, így nagyon nehéz megoldani a téli tüzelőt. Ők minden évben igénybe veszik ezt a lehetőséget, most is körülbelül 5 mázsa fára számítanak. Sok fára van szükség. Hát most vagy, nem tudom, vagy 80 mázsát igény vettünk körülbelül, aztán majd még muszáj lesz a jövő hónapban is rendelnünk, aztán minden évben, de így ahogy lehet támogatásra, faigénylésre beadni. A szociális célú tűzifa támogatást Kállósemjénben is azok a családok kérhetik, akiknek a háztartásában együtt élők egyfőre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj összegének 130%-át, ami 37.050 forint, illetve egy személyes háztartás esetén a 250%-át, ami az idei évben 71.250 forint, és a háztartás tagjainak egyikének sincs vagyona. A kérelmek elbírálásában előnyben részesítik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeket nevelő családokat, illetve azokat, akik a szociális ellátásról szóló törvényben meghatározott támogatásra jogosultak. A támogatási kérelmeket a településen január 18-áig várják. A fiatalság helyzetéről és a közéletben betöltött szerepéről hív össze kerekasztal beszélgetést az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség Nyíregyházán. A megbeszélésre valamennyi parlamenti párt ifjúsági szervezetét várják, akikkel helyi és országos témákat vitatnának meg kötetlen keretek között. A téma az az lesz, hogy a megyében vagy a városban élő fiatalok helyzetéről fogunk beszélni, vagyis hogy a fiataloknak a városban milyen szerepvállalás van a közéletben. Igazából mi nagyon szeretnénk azt, hogy minden szervezet képviselje magát, a maximum 3 fővel képviseljék magukat ezen a kerekasztal beszélgetésen. Ugyanúgy fontosnak gondoljuk azt, hogy közösen tudjunk gondolkodni, és azt is nagyon-nagyon fontosnak gondoljuk, hogy a fiataloknak legyen szerepvállalása a közéletben, és hogy együtt tudjunk gondolkodni, és hogy a városunkért többet tudjunk tenni.
A jelenlegi legkorszerűbb technikai felszereltséggel bíró új ultrahangkészülék került a József András Oktató Kórház szülészeti nőgyógyászati osztályára. A részletekről a folytatásban szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. A hétvégén folytatódik a bajnoksága a férfi kosárlabda NB1-ben. A tabellán jelenleg 12. Malsó Nyíregyháza szombaton a 4. helyen álló Zalaegerszeget fogadja. A mérkőzés 18 órakor kezdődik a Bemiskola csarnokában. Az idei szezont albérletben töltik a nyíregyházi jégkorongozók. A bújtosi csarnok felújítása miatt ezen a télen nem épülhetett fel a jégsátor, így a két utánpótlás csapat és a felnőtt együttes Debrecenben készül és játssza a bajnoki meccseit. A jelenlegi legkorszerűbb technikai felszereltséggel bíró új ultrahangkészülék került a József András Oktató Kórház szülészeti nőgyógyászati osztályára. Az Európai Uniós forrásból elnyert 50 millió forintos pályázat keretében további diagnosztikai gépeket szereztek be a nyíregyházi és a Máté-Szalkai kórházba is. Ez az a készülék, amely a legkorszerűbb ultrahangos diagnosztikai lehetőségeket biztosítja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei várandós gondozásban. A József András Oktató Kórház szülészeti nőgyógyászati osztályán így már a magzat korai elváltozásai és fejlődési rendellenessége is nagy pontossággal kimutathatók, így gyorsabb és pontosabb diagnózis állítható fel, hangzott el a készülék átadó és bemutató rendezvényén. Ez a készülék uniós forrásokból sikerült beszereznünk. A kórház egységben tulajdonképpen egy 50 milliós, közel 50 milliós pályázati forrás sikerült elnyernünk. Ebből vásároltunk 2 darab ultrahang készüléket, egyet a nyíregyházi telephelyünkre, illetve egyet a Máté-Szalkai telephelyre, illetve Máté-Szalkára még egy szülés alatti észlelő, úgynevezett CTG kardiotokográfos készüléket is vásároltunk, illetve a nőgyógyászati rákszülésre szükséges kolposzkópos készüléket. Ide a nyíregyházi intézetünkbe azért van jelentősége ennek a ultrahangnak, ahol a megvásárlásra került, ugyanis itt genetikai vizsgálatok is folynak, itt genetikai szakvizsgával rendelkező kollégáink vannak, akiknek ez most egy nagyon komoly segítséget jelent. Eddig is volt, eddig is jó készülékeink voltak, csak hát ezek ugye elamortizálódtak, elhasználódtak, és most ez egy olyan technikai újdonságot jelent, ami azt gondolom jelen pillanatban a legmagasabb szinten tudja szolgálni a betegeink érdekét. A nyíregyházi kórházban születik a legtöbb gyermek az országban. Tavaly 3553 szülést regisztráltak, ami az előző év szülésszámaihoz képest 150-nel növekedett, mondta el az új készülék átadóján a főigazgató. Dr. Angyal Géza hozzátette, a megyeszékhelyen megvalósult várandós gondozás egyik legfontosabb része az ultrahangvizsgálatok elvégzése a megfelelő időben. A magzati állapot diagnosztikában, a magzati strukturális rendellenességek felismerésében, illetve a nőgyógyászati diagnosztikában a pontos képalkotás alapvető jelentőségű. Itt lényeges kritérium az, hogy pontos legyen, a korszínvonalának lehetőleg megfeleljen az a készülék, amivel vizsgálunk. Ennek a kritérium rendszernek ez a mostani gép mindenben eleget tesz. Szükség is van rá, mert a gépparkunk korábban nem feltétlenül tette azt lehetővé, hogy olyan színvonalon és úgy vizsgáljunk, mint ahogy ezzel lehetséges. A főorvos hozzátette, az osztályon a tavalyi évben megközelítőleg 15.500 ultrahangvizsgálatot végeztek, aminek része a szülészeti diagnosztika mintegy 7.400 vizsgálata. A hétvégén folytatódik a bajnoksága a férfi kosárlabda NB1-ben. A tabellán jelenleg 12. Malsó Nyíregyháza szombaton a 4. helyen álló Zalaegerszeget fogadja. A mérkőzés 18 órakor kezdődik a Bemiskola csarnokában. Az alapszakasz első köréből 12 fordulót játszottak le a csapatok ősszel, az utolsó forduló már átcsúszott az idei esztendőre. A Malsó Nyíregyháza december 18-án fogadta az Albafehérvárt, és a játékosok egy rövid szünetet követően karácsony után el is kezdték az edzéseket. A két amerikai légiós, Miller és Anru még szilveszter előtt visszatért a tengerentúlról, így teljes keret készülhetett a bajnokság egyik meglepetés csapatának számító Zalaegerszeg fogadására.
Negyedik helyen állnak most, ami azt mutatja, hogy komoly mérkőzéseket tudtak megnyerni ebben a bajnokságban, és ugye talán a leghosszabb egy ötös szériájuk volt, amikor sorozatban ötször is tudtak győzni. Az Zalaegerszeg többféle szerkezettel, többféleképpen tud játszani, alacsonyabb, magasabb szerkezettel, meghatározó magas játékosa van. Ha ő dominál, akkor egy picit lassúbb a játék, ha a többiek, akkor gyorsabb, és igazából egy előre nem nagyon tervezhető támadójátékot játszanak. Ez adódik abból, hogy sok jó dobó képességgel megáldott játékosa van, akik távolról, középtávolról is veszélyesek, illetve abból is adódhat, hogy eléggé tapasztalt ez a játékos keret, és a tapasztalt játékosok megfelelőképpen tudják alakítani a játékokat annak függvényében, hogy mikor merre mozog a labda, illetve merre mozognak a csapattársak. A szakmai igazgató elmondta, szerinte milyen játékkal győzheti le csapata az a Zalaegerszeget. Nekünk mindenképpen a saját játékunkat kellene játszani, ami azt jelenteni, hogy egy kicsit nagyobb területen szeretnénk védekezni, mint a saját gyűrünk előtti, mondjuk úgy a hárompontos vonal területe. Tehát én szeretnék egy picit nyomásosabb védekezést alkalmazni, és nekünk mindenképpen a lepatanók után egy gyorsabb játékot kellene játszanunk. Ugye ezt többször elmondom, hogy utána viszont kontrolljátéknak kellene következni, tehát én annak örülnék, hogy ha akár kapott gól, vagy akár lepatanó után megpróbálnánk gyorsan indítani, ha ez nem megy, akkor viszont felálltan, kontrolláltan abból a helyzetből dobni, amit mi szeretnénk. A forduló további párosítása a következő: Szolnok Kecskemét, Szombathely Körmend, Atomerőmérse MAPS, Pécs Jászberény, Sopron Kaposvár és Albafehérvár Szeged. A Marsó Nyíregyháza Zalaegerszeg mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Bemiskola csarnokában, a Kölcsey Televízió nézői pedig vasárnap 20 óra 30-tól láthatják az összecsapást. Az idei szezont albérletben töltik a nyíregyházi jégkorongozók. A Bújtosi csarnok felújítása miatt ezen a télen nem épülhetett fel a jégsátor, így a két utánpótlás csapat és a felnőtt együttes Debrecenben készül és játssza a bajnoki meccseit. Az idén 10. születésnapját ünneplő Szabolcsi Jégsport Egyesület számára nem kezdődött jól a szezon. A szövetség ugyanis megszüntette a vegyes bajnokságot, ezért át kellett alakítaniuk eddigi struktúrájukat. A közel 50 játékos így két korcsoportban, az U14-ben és az U10-ben versenyezhet. Ősszel az is kiderült, hogy a bújtosi csarnok felújítása miatt nem épülhet fel a jégsátor, így csökkentett edzésszámmal Debrecenben vészelhetik át a csapatok az átmeneti időszakot. Mivel most a körülmények között vagyunk, és Nyíregyházán nincs műjég, ezért a korcsolyoktatást nem tudjuk végezni. Debrecenbe járunk át edzésre, amit ugye nagyon nehézkes még így is, hogy támogatást kaptunk, mivel egy órával hamarabb kell elindulni, lehetetlen időbe kapunk ugye Debrecenbe jégidőt, mert ugye elsődlegesen ugye a debreceni csapatoknak van jége. Próbálunk fennmaradni, ami eddig úgy látszik, hogy sikerül is, tehát azért a heti 1-2, legrosszabb esetben egyszer azért át tudunk jutni Debrecenbe. A Szabolcsi Jégsport Ese felnőtt csapata a legutóbbi szezonban fennállása legjobb eredményét elérve a 4. helyen végzett az OB4-ben. Az együttes a nehézségek ellenére idén is elindult a bajnokságban. Ők nagyon ügyesek, OB4-be hozzák a formájukat, az élen végzünk mindig a csapat. Nagyon jó. Ez most ugye, mivel nyíregyháziak kevesebben vannak, tehát a debreceni játékosokkal kiegészülve versenyeznek. Dúsa Sándor elmondta, reményeik szerint a közeljövőben épül egy jégcsarnok a megyeszékhelyen, ugyanis 3 változat tervét készítették el, és amennyiben az önkormányzat jóvá hagyja valamelyiket, hosszú távra megoldódnak a jelenlegi problémák. Bejutott az elődöntőbe Fucsovics Márton, az ausztráliai Adelaide-ben a 70 000 dollár összdíjazású ATP Challenger tornán. A nyíregyházi teniszező a japán Moriya Hirokit verte 6-0-6-3-ra. Fucsovics ellenfele a döntőbe jutásért az első helyen kiemelt izraeli Dadi Sella lesz. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Szabolcs-Szatmár Bereg megye topos forrása a 2014-2020-as Európai Uniós ciklusban mintegy 90 milliárd forint. Ennek egy részére már a hónap végétől pályázhatnak az önkormányzatok. Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke elmondta, az első beruházások ősszel indulhatnak el.
A terület és település fejlesztési operatív program eddig megjelent 12 pályázati felhívásával kapcsolatos tudnivalókról ma a megyebeli polgármestereket tájékoztatták a megyeházán. Kihelyezett tagozatot működtet szeptembertől a Magyar Táncművészeti Főiskola a Nyíregyházi Egyetemen. A januártól átalakult intézmény az egyetemmé válással magasabb hallgatói létszámot szeretne elérni, de a tervek között szerepel a kutatási szolgáltatások megerősítése is a régió igényeihez igazítva. Mindenről Onder Csaba, az intézmény új rektora tájékoztatta televíziónkat. Már tavaly megkapták a szociális tüzelőanyag támogatást az érintett önkormányzatok. A rászorulóknak február 15-éig oszthatják ki. Az országos program 5 éve indult, és most 3 milliárd forint volt a támogatások összege, amire az 5000 lakosúnál kisebb települések pályázhattak. Kálósemjén közel 5 millió forint forrást kapott. A Kölcsei Televízió iradóját látták pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Tudósításainkat addig is elérhetik honlapunkon. Szombaton és vasárnap pedig heti hírösszefoglalóval, a krónikával várom majd önöket. Mi munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk, esővel, hóval egyaránt. Délnyugat felől nedves, enyhe levegő áramlik fölénk, emiatt a következő napokban borongós, csapadékos idő lesz jellemző. Éjjel többnyire erősen felhős lesz az ég, csapadék még nem valószínű térségünkben. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában mínusz 5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben borult lesz az ég, eleinte havazás, havas eső, majd eső, ónos eső is várható. A változó irányú szél mérsékelt marad, délutánra 0 fokig emelkedik a hőmérséklet, meleg fronti hatás van térségünkben. A hétvégén, jövő hét elején többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, sokfelé és több alkalommal valószínű eső, az éjszakai órákban helyenként ónos eső. Enyhébbek, egyre több felé fagymentesek lesznek az éjszakák. A jövő hét közepére csökken a felhőzet, több-kevesebb napsütés is várható, az éjszakák ugyan fagyosak lesznek, de kissé tovább erősödik a nappali felmelegedés. A jövő hét végén nagy valószínűséggel visszatér a tél.